Ünnepi ruhába öltözött, jókedvű vendégsereg gyűlt össze a Kék Kilajos Városi Művelődési Központban február 4-én a Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium alapítványi báján. Az iskola pedagógusai, diákjai, a volt diákok és osztályközösségek, valamint az intézmény támogatói gyűltek össze, hogy egy közvetlen est keretén belül kapcsolódjanak és szórakozzanak közösen. Az utóbbi években a mindig népszerű bált nem tudták megrendezni a koronavírus járvány miatt, így nem volt véletlen, hogy szinte minden jegy azonnal elkelt. A Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium 2015 óta református fenntartású, és így tulajdonképpen ez a hatodik bálunk, hiszen 2020-ban volt a Covid-ot megelőzően bál, és most 23-ban végre sikerült újra kőrösi bált szerveznünk. Ma este 200 vendégöt sikerült meggyőznünk, vagy önmaguktól meggyőzni arról, hogy ez mindig egy nagyon jó hangulatú, jó színvonalú, jó társaságot összegyűjtő rendezvény, amely a szülői összefogás révén szokott ilyen jóra sikerülni. Én azt gondolom, hogy nagyon pozitív volt, mert az, hogy kimaradt két év, az sokat jelent. Ugyanakkor arra figyeltünk, hogy azért 2020-ban nagyon sokan voltunk, és olyan visszajelzéseket kaptunk, hogy nem volt kényelmes, mert nagyon szorosan egymás mellett is és egymás mögött is, így egy picit most szűkítettük ezt a létszámot, és így kényelmesen tulajdonképpen valóban nagyon komfortos érzetet tudunk szerintem biztosítani. A népes vendégsereget az iskola intézményvezetője Dél Balázsné Dobrinci igazgatónő köszöntötte. Számomra két dolog nagyon fontos szokott lenni. Az egyik a hit, a másik pedig a szeretet. Hiszen, hogy a Teremtő jó atya, ahogyan most is, az előkészületek során is végig velünk volt, mert megtapasztaltuk azt, hogy kérjetek és adatik, zörgessetek és ajtót nyitnak. Ugyanis az történt, hogy kértünk szülői segítséget, és nagyon sokat kaptunk, és örültünk, mert számomra ez egy nyelvet jelent nekem, hogy szeretnek bennünket. Ezt követően a fenntartó hajdunanesi református egyházközség vezető lelkipásztora, nagy tiszteletű Gacsai Gábor ünnepi beszédében többek között az elmúlt évek munkáját is megköszönte a város vezetésének és az intézmény közösségének. Szokták mondani, az ember, amíg él, mindig reménykedik. Mi keresztények különösképpen így vagyunk. Reménykedünk és dolgozunk. Nyilván az tud igazán reménykedni, aki a megfelelő munkát el is végzi. Ehhez kapcsolódóan szeretném mondani, hogy a fenntartó nevében az elmúlt 7 évre nagyon büszkék vagyunk, örülünk az iskola vezetésének, igazgatónőnek, helyetteseinek, pedagógusoknak és a szülőknek. Szeretném ezt még egyszer megköszönni, a szép eredményeket, bárhová megyünk lelkipásztortársammal az országba, azért elismeréssel szólnak rólunk. A Kőrösi Bál alapítványi bálként indult útjára 2015-ben. Azóta is minden évben az iskola diákjaira fordítják a befolyt összeget és a támogatást. A báli bevételt mindig teljes egészében a gimnázium tanuló ifjúságára fordítjuk. Teljesen mindegy, hogy arról beszélünk, hogy mondjuk a német cserediákokat mikor fogadjuk, vagy a testvérvárosi Uszronyban volt most az énekkarunk, de jövőre ugye ők jönnek vissza, vagy tanévzáró diák önkormányzati napra, versenyeztetésre, ballagási jutalmakra, tehát mindig igyekszünk minél szélesebb körben eljuttatni tulajdonképpen azt a sok-sok ajándékot, amit ma az itt lévőktől és azoktól is, akik nem tudtak eljönni, kapunk. A szórakoztató műsorról ezúttal a Cifra Szőr Néptánc Egyesület gondoskodott, akik több műsorszámot is színpadra vittek.
fellépők között a Cifra Szűr Néptánc Egyesület apraja nagyja fog tulajdonképpen egy több részből álló műsort adni, hiszen a Cifra Szűr Néptánc Egyesület otthona tulajdonképpen a gimnáziumban kialakított táncterem. Nagyon szoros és jó kapcsolatban vagyunk, és így ők lesznek ma az egyik fellépő csoport, a másik pedig egy meglepetés műsor készült. Egy régi hagyományt elevenítettek fel az iskola pedagógusai és dolgozói. A meglepetés műsorszámuk hatalmas sikert aratott. A vacsora ezúttal is tyúkhúsleves volt és marhapörkölt, amit jó ízűen fogyasztottak el a vendégek. Tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy a jól bevált szokásos menüvel készültünk, a tyúkhúsleves marhapörkölt sültestál, különféle rántott karfiol, gomba, sajtalsonkával töltött karaj, és a többi, éjfélkor pedig töltött káposzta, rudasfasírt, salátákkal várja a vendégeket, meg természetesen egy gyümölcssziget, mert az mindig nagy siker. Az intézményben a fél év lezárása után a továbbtanulási a legfőbb szerep, hiszen a jelentkezési határidő február 15-e hamarosan itt van. Most nyilvánvalóan a 12-eseknek a legfontosabb feladatuk, hogy február 15-ig az érettségére való jelentkezések meglegyenek. Nagyon nagy feladatot jelent, hogy közép vagy emelt szinten vállalják be azt az adott tárgy érettségi vizsgáját, mert az belépő a felsőoktatási intézményekbe. Ugyanakkor az általános iskolánk 8-osait megvárjuk, hiszen az is most februári határidős, hogy ki melyik tagozatot jelöli meg, ha a gimnáziumba szeretne jönni. Tehát most itt ez a legfontosabb, ezért vesz prioritást, hiszen a fél évet lezártuk. Nagyon szép eredménye, tehát én azt gondolom, hogy egy 4,4-es iskola átlag az mindig büszkeségre és említésre méltó. A körösi bálon a felgeteges hangulat adott volt, az lenint a gyermekben szolgáltatta. A táncparketten egész este nyüzsgött a vendégsereg, és hajnalig rogták.